8-3. Ennyit számít, hogyha pártember a köztársasági elnöki székben, hölgyeim és uraim. Tehát itt mennyi volt szerve az Mesterházi, vagy Mesterházi, Schmidt, elnézést. Még csak freudi elszólások sem lehet nevezni ezt. Kis Pétert nehéz leütni, nagyon jó az állóképessége, szóval folyamatosan ott marad a szintére. Lázár János Veresi Jánosnak dobja, ami hülyeség volt. Mesterházit Orbán megint egy laza mozdulattal szereli. Áder gyönyörű csel után bedobja első golyát. 9-3. És megint csak azt kell mondanom, hogy kiütéses vereség felé tart az MSZP. És nem, ez a mérkőzés nem az önkormányzati választások hiteles újrajátszása, az holnap lesz. Ugye mindannyian tudjuk, hogy a kopogtató cédula botrányok miatt nem fogadták el a jelölt listát, és ugyanígy Crunchyroll-ban fogják ott is eldönteni a önkormányzati helyeket. Ez csupán egy felkészülési mérkőzés. Orbán dobja rá, és 10-3. Egyébként nagyon szép képek készültek Orbán Viktorról, amikor felkészült a mérkőzés, ugye a Fidesz csapata edzőmérkőzést játszott a Jobbik ellen, és Vona Gábornak kitört az összes foga. Az egy nagyon érdekes pillanat volt. Van egy nagyon szép kép, amikor Gyurcsány és Szalai Anna Mária ment. Nem vártak tőle sokat egyébként a mérkőzés előtt, de annyira nem játszik rosszul. Rogán, és ha Mesterházi nem ennyire töketlen, akkor ez már gól lett volna. Áder nem találja a kaput se. Szóval, tehát van egy nagyon szép kép, amikor Orbán kiüti Vona összes fogát, így a fogak még repülnek, de Orbán keze még ott, hogy Szalait leütik, de még gólt szerez, 11-3. Az MSZP pedig jobbján az LMP-vel próbált edzőmérkőzést játszani, de azok először visszautasították az összemosásnak ezen formáját is. Úgyhogy jobbján az SZDSZ 12-3, az SZDSZ-MDF párttársulással játszottak edzőmérkőzést a Magyar Szocialista Párt prominensei, ahol végül is, ha jól emlékszem, 3 perc után lezsírozták az 5-5-öt és semmit se csináltak. Talán nem volt a legjobb felkészülési meccs, és Áder sétál egy 13-3, 10 gólos különbség. Hát hogyha ilyen arányú vereséget szenved majd az MSZP az önkormányzati választások eredményét kihirdető, hoppá, Ádernek most nem sikerül gólt szerezni, Szanyi kapitány üti le Tarlós, Lázár, Orbán, szép cselek után 14-3, ez egy szép magánakció volt a miniszterelnöktől. Szóval, hát ilyen arányú győzelem esetén konkrétan az egész ország narancs színűbe borulhat a választási térképen. És ennek ugye meglennének a közjogi következményei is. Lázár nem találja a kaput, Tarlós egy jó csel után, Lázár megint nem ér el semmit a próbálkozásában, Orbán. Remek cselek Orbántól. És Rogán, és megint, ott hiába van ott 4 védő, egyszerűen lehet, hogy leütik a Fideszest, a labdát, tehát a labda a lényeg, nem a Fideszes leütés, erre úgy látszik, nem jött még rá az MSZP. Orbán eladja Mesterházinak, de még Szalai Anna Mária is simán leüti Mesterházit, nem tudom, mi az állóképessége, Lendvai beledobta Kövér Lászlóba a labdát, és nem lett belőle gól. Áder lepasszolja Tarlósnak, aki egy pofon kiosztások, nem bedobja magáit, 16-3. 3 perc, 14 másodperc van hátra. A Fidesz minimum a 20 megszerzett gól felé tart. Ekkor arányú különbség konkrétan egy kiütéses választási győzelmet jelenthet. Tarlós megint és egyszerűen besétál, egyszerűen hagyják, egyszerűen hozzá sem mernek nyúlni Tarlóshoz, hihetetlen. Orbán, ez egy buta megoldás volt. Schmidt ért vissza, de Mesterházi leütötte. Tarlós cselezget, és Áder dobja bele a hornyulába. Szalai megszerzi a labdát, és az üres kaput képtelen eltalálni sajnos. Így ugyanis nem látunk újabb középkezdés. Már pedig a középkezdés 18-3. Ez a kép a legszebb az egész mérkőzésen, amikor szemben állnak egymással a felek, de még nem pofozhatják egymást. Egyszer látszik a szemükben a tűz, Gyurcsány csak a kapus találja el. Áder szépen forgatja meg az emberét, és még egyet, és rádom nem tudja, mert Kis Péter szerel, de Navracsics sem jut semmire. Na viszont itt Szalai, miután megtisztították előtte a terepet, simán gólt szerez. De jó Isten, lehet, hogy 25 Fideszer gól is belefér. Tarlós cselez nagyon szépen, 23. Wow! Az MSZP összeomlott.
Áder, hoppá, rettá, nem tud besétálni, pedig egyedül akart ezt megoldani. Kis Pétert nem sikerül leütni. Horváth Csabát szereli Szalai. Lázár akarja megoldani, de végül Szalai tudja bevinni. A végeredmény ugyanaz, mármint a helyzet végeredmény ugyanaz. Gólt szerez ismét a Fidesz FC. Kis Pétert üti le Tarlós. Veres. Martonyi. Stratégiát vált a Fidesz. Ha megtalálja, melyiket akarja. És Gyurcsány be tudja tenni. 21-4. 1 perc 56 másodperccel a vége előtt, ez igazából már csak fájdalomdíjnak jó. Tarlós ütik le, Orbán megint, Lázár János hátra adja helyet, hogy bedobná. Ádert ütik le, de Mesterházi súlytalan, nem megint leütik. Szili Katalin jön előre, Gyurcsánynak passzol, és Horvát ingyen csava belövi a magáit, 21-5. Így is ronda, de így már nem annyira rettenetesen, bár ugye a Fidesz még változtathat az eredményen. Ó, szép pofon. Lázár. Áder! És Áder besétál, 22. Áder egyébként külön kickbox órákra ment ennek a mérkőzés sikerességének érdekében. Ezért nem volt jelen a parlamenti szavazáson, de a párt elnézte a hiányzást, mert kellőképp megindokoltnak találta. Orbán Viktor szolidaritását mutassa, még el is kísérte egy edzésre, aminekről nem közölt túl sokat a sajtó, mert teljes titokban zajlott a kickbox edzés. Egy biztos, hogy ilyen IMF feliratú babákon gyakorlatoztak, mert kiszivárgott egy kép, ahogy az edzőteremben a báboknak a fejére az van ráírva, vagy IMF. Egyesek még láttak egy-két Európai Unió feliratú babát is, de ezt cáfolta a sajtóosztály. Horváth Csabát ütik le, és Tarlós kerül jó helyzetbe, de Szanyiba dobja a labdát. Orbán adja előre Tarlósnak, aki besétál vele. 53-58 másodperccel a vége előtt. Egy ilyen 25-5 kerek végeredmény lesz, akkor azt hiszem valami lezsírozás volt ezen a meccsen is. Tarlós cselesz szépen, és hátraadja helyet, hogy rádobná Szalainak. Szalai megpróbálja, de a kaput sem találja el. Elnézést ezért a lassúságért, de hát ugye néha így a törvényhozási időszak szüneteiben kicsit lassabbak a politikusok. Veres János egy kis verekedés után nem jött semmire, és Orbán megint magánakciózni akar, holott ha lepasztolja, talán többre megy a csapata. Tarlós próbál egy magalabdát szerezni, és ez most Martonyi, akit nem látunk mostanában sokat. Többen azt rebesgetik, hogy le akarják cserélni. Tarlós Lázárnak adja. Kis Péter, akit Szalai üt le. És Schmidt nem tud besétálni, de a labda bemegy nélküle is. 24-5-35 másodperccel a vége előtt. Meg lesz-e az általam vizionált 25-5-ös eredmény? Ha igen, akkor lehet, hogy valami bunda gyanú léphet fel, de hát úgy sincs, aki kivizsgálja, nem de? Mit szólhat ebbe bele a FIFA vagy bárki? Ez egy barátságos pártmérkőzés. Veres Szekeresnek adja. Lázár megforgatja az embereit és bedobja 25-öt. Ez egy szép megoldás volt, de hogy jött ki, azt nem igazán értem. 24 másodperc van hátra. Vajon lesz-e még gól a mérkőzés hátra levő részében? Tarlós onnan dobja. Horn azonban fogta. Ó, ez egy szép labda előre, de Gyurcsány megszerzi a labdát. Lendva Ildikót nagyon keveset láttuk. Hát ritkán volt támadó helyzetben az MSZP. Lázár egy kis verekedés után lepasztolja Kis Péternek. Orbán, Tarlós, és a labda Horné. És nem sikerül Lázárnak leütnie. 10 másodperc a vége, Orbánnál a labda, Tarlós, és 26-5! Megvan a mérkőzés 31. gólya, és így megint azt lehet mondani, hogy kiütéses az eredmény. Orbán viszi előre, Tarlós kap egy pofont, pedig nem is volt a jobbik, hogy két pofont kapja, vagy nem az a gárda volt. 26-5 a végeredmény. Ez nem kétharmados, ez kicsit több, mint 5-6-os győzelem.
hogy az önkormányzati választások tükrözik-e majd ezt az eredményt, erről majd a későbbiekben nálam színvonalasabb fórumok fognak beszámolni. Köszönöm a figyelmet!